Ferenc pápa a teremtett világ napjává nyilvánította szeptember 1-jét. Ehhez a mozgalomhoz Nagyvárad templomaiban is csatlakoztak. Áldott légy Uram apostoli enciklikájában felhívja a figyelmet az Isten által teremtett világra, hogy elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is. Alapja az ő egész apostoli levelének, a Szent Ferencnek a naphimnusza. Hát a jellemző rá, ugye, hogy Szent Ferenc nevét is, azt hiszi, Szent Ferenc nevét vette fel, amikor pápával választották Isten szegénykéjét, aki úgy tudott viszonyulni ehhez a csodálatos nagy természethez, ahogy azt a hívő embernek meg kell tennie. Ez a hatalmas, a teremtett világ Isten alkotó műhelyéből került ki, Isten alkotta, hogy a Biblia szerint, és látta Isten mindazt, hogy jó, amit alkotott, és ezt a teremtett világot rábízza az emberre. Az ember azonban rendkívül tékozolva él. Nagy a pazarlás, az élelmiszerek szinte egyharmada tönkre megy, megsemmisítik. Szennyezik a vizeket is, a csendes óceánban például hatalmas szeméthegyek vannak. A levélben a világméreti pusztítás megállítására és közös imára kérte híveit. Ezt a világot mi a Jóistentől kaptuk ajándékba, és így is kellene hagyni, tehát nagyon kellene vigyázni rá. A nagyváradi Székesegyház mellett a Szent László templomban is imádkoztak a teremtett világért. Fontos, hogy óvjuk, mert ugye az emberek sokszor szemetelnek, és ha a természetet szennyezzük, akkor az olyan, mintha magunkat, vagyis a mi életkörülményeinket rontjuk. A teremtett világ megőrzéséért, a hívek az emberek belső békéjéért, jóságáért is imádkoztak Nagyvárad római katolikus templomaiban.